belépünk a szentélybe, ugye nekünk egy szentély. Rárasztjuk. Tehát ez itt a zöldségpiac, és ahova belépünk, az lesz a halpiac. Itt egy kicsit válogatunk, megnézzük, hogy milyen ételeket tudunk elkészíteni, milyen árakon, miből tudunk válogatni, alkudozni. Igazából most nyers állapotban láthatják a vendégek, hogy végül is miből készülnek az ételek nálunk. Meg miféle újdonságot fogunk esetleg még tudunk majd varázsolni elő. Szednémet a piaci asztalról. Reméljük találunk valamit maguknak is. Próbálunk kommunikálni németül itt a eladókkal, hogy mikor jön ki a hajó, meg egyáltalán hogy is zajlik ez a halászat. Azt mondja, hogy minden reggel 4-kor és 5-kor kötnek ki a halászhajót, idehozzák, és egy óráig eltakarítanak innen mindent. Látszik rajta, hogy kihalásszák a polipot, akkor ugye a kövekhez hozzá szokták csapkodni, hogy föllazuljon egy picit a hús, hogy látszik, és rajta meg van sérülve egy-két része, de így lesz puha és ízletes a húsa. Tehát ez egy gyönyörű szép méret, egész jó árba van, hogy lehet, hogy visszajövünk ide még vásárolni. Ez pedig a nagyméretű tintahal. Kalamárinak hívják. Ebből nyerik ki a fekete tintát, ezt lehet is látni, amiből főzni is lehet, tehát ilyen teljesen fekete színű risotto, tintahal risottót is tudnánk csinálni. Valószínűleg az étlapra is tesszük majd. Itt meg van nekünk a tintahalunk, a lignye, ami lesz az étlapon. Ugye? Ott meg a sláger mindig is az volt, ez a Scarpine nevezetű, amit mi ördög halra fordítottunk le, mert olyan csúnya, mint az ördög. De tulajdonképpen ez a sárkányhal, ez a magyar megfelelője. De mi már elneveztük ördöghalnak, és ez így is marad. Valójában egy fajba tartozik, egy helyen is vannak. Tehát ez az eredeti ördöghal, hoppá! Ez meg a rombuszhal, kicsibe. Tehát ez az eredeti ördöghal. Ez pedig a miféle ördöghalunk. De lignyi. Tehát az a Scarpina. Nem. Valójában. Vagy ez is Scarpina. Ez nagyon piros. Tehát ez a Scarpina. Hófehér húsa van, és nagyon ízletes. Egy kicsit nagyobb méretbe szoktuk vásárolni. És itt van a sushi minőségű makréla, amin látszik még, hogy ilyen zöldes, szivárványos árnyalata van. Iszonyatosan jó. Aztán megyünk tovább a kínálatba. Egy rája megnyúzva. Ez nem az elektromos, nem kell félni tőle. Nem fog rázni. És itt tovább ugyanúgy az ördög van, meg a Scarpina, tehát a sárkányhalunk. És ami nálunk is az étlapon megtalálható mindig, a durbincs, oráta néven szoktuk adni, meg a branzino. Megkóstoljuk, ez egy újdonság. Fogalmunk sincs, hogy mi ez. Megkóstoljuk, aztán ha ízlik, akkor rárakjuk. Egyébként úgy néz ki, mint egy fogas, édesúgi fogas. Valószínűleg ragadozó.
is a very old possible family. It's a Kosparov family. Parli italiano? Cicoria. Un poco. Cosa possiamo, dobbiamo fare con questo? Cicoria. A Cicoria? Un poco, ma quando vuoi. Meg le kell vágni, a végét le kell vágni. Da, da. A gyermeklánc fűnek a... Prezio 30 kune. 30 kune? Si. Nem van itt medvehagyma is, ahogy elnézem. Gratis. Gratis. És azt akarja most elmagyarázni, hogy ez a kapor, de már közben megértettük. Ja, ott azt vettük meg az előbb éppen. Ez a cikória. Cikória, meg szerintem egy kis kapor is van belekeverve, ez egy ilyen mix, egy ilyen saláta-zöldség mix. Valójában azt láttam, hogy Jánis gyökérnek a termése, tehát a levelei is ott vannak. Ez valami hihetetlen, hogy minden rukkola is. Rukkola is vad. Aha! Arrekai moly, unuk! Igen? Meg a cikória, tehát ami bele van keverve. Valójában ez megfelel a gyermekláncfűnek is. Hát ez nagyon jó salátát lehet belőle készíteni. Kétfajta spárga, itt vettünk egy spárgát, ezt nem tudom milyen spárga. Da! Valami nem bitno koltam, azok egy. Megvan ez is. Ez a vékonyabbik, de az szebb változat. Egy kavalkát, tehát teljesen meg vagyunk keveredve. Egy kicsit mediterrános stílus, még a, szerintem a nyári időszakban még sokkal bővebb választék lesz. Itt az articsókától elkezdve az olivabogyókig. Dolgok, meg a sajtok, amik még hiányoznak. Azt nem mondom, hogy olcsó piac, mert nem olcsó, mert tényleg drága. De hát ilyen termékeket nem is látni, még otthon katalógusban se, nagy kereknél sehol nem lehet ilyeneket találni. Valószínűleg ez minden kézzel gyűjtött, nem tudom, hogy az újtott termék. Ez a mangold, amivel beszélsz. Levágjuk a szárát, ezt így levágjuk, aztán külön főzzük, ugye a fehérje, ugye ez egy vastagabb rész, ezt tovább kell főzni, ezt meg éppen ezt a zöld részét, ezt éppen jól csak le kell forrázni. Tehát ez gondolom még a zsenge fajta, ezt egybe lehet őzni az egészet. És amit vettünk cikória, az ennek a nemesített változata, és a cikóriának a nemesített változata ezen útban. Köszönöm, hogy megtaláltad. Nagyon fontos.